Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Miniszter úr a Magyar Posta kiemelt eredményének nevezte, hogy a racionalizálás jegyében 2022-ben 354 postahelyszín bezártak, a létszámot pedig 2023-ban 2300 fővel csökkentették. Egészen felháborító és arcpirító, hogy egy miniszter azt nevezi eredménynek, hogy 2300 főnek megszűnt a munkahelye. A Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja azt az átgondolatlan postabezárásokat, mert sok kis településen élő főként idős honfitársunk került ebben a nehéz helyzetbe ennek köszönhetően. Sok faluban ugyanis kis településeken nincs ATM, ezért a nyugdíjasok postán vettek fel készpénzt. A postabezárásokkal az időseket bankkártya használatra kényszerítik, amivel csorbul ugye a készpénz használati jog is. A posta racionalizálását egészen másként képzeli el a Mi Hazánk mozgalom, mégpedig úgy, hogy a postás dolgozók helyett a Magyar Posta felső vezetésében van szükség leépítésre, bürokrácia csökkentésre. A felső vezetők havi több milliós fizetése, prémiuma helyett a dolgozóknak kellene inkább tisztességes béreket adni. Elhibázott lépésnek tartjuk azt is, hogy a Mohácsi szigeten található Homorúdi posta bezárásánál nem vették figyelembe, ha a mobilposta nem tud kézbesíteni egy küldeményt, akkor a helyi lakosoknak horribilis összegét át kell kelniük a Dunán, ugyanis ott egy speciális helyzet van, és át kell menniük a Mohács egyes postára, hogy el tudják intézni a ügyes-bajos dolgaikat. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Posta felső vezetésénél milyen költségcsökkentő intézkedéseket hajtottak végre, milyen intézkedésekkel tervezik orvosolni a postások létszámhiányát, felmérték-e előzetesen a vidéki kisposták bezárásának a következményeit, felülvizsgálják-e a posta bezárásokat a jövőben, kinyitják-e újra a Homorúdi postát? Kérem megtisztelő válaszát államtitkár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm képviselő úrnak a kiváló végszavazását, dramaturgiailag pontos. Kérdezte, hogy miért nem a felső vezetőkön kezdtük, de azzal kezdtük. A Magyar Posta 2022 végén 5-ről 3-ra csökkentette a vezérigazgató helyettesi pozíciók számát, továbbá 5-tel csökkentette az igazgatói munkakörök számát. Társaságnál 2022 vége óta az átlagos keresetnövekedés mértéke meghaladja a 23%-ot, 2023-ban egy újfajta ösztönző modellt is bevezettek. A postai jelenlét megtartása a cél a kis településeken is, ennek érdekében a vállalat megújította partneri programját. A program rendkívül népszerű, jelenleg már több mint 560 postapartnernél intézhetők postai ügyek országszerte. Hangsúlyozom, hogy a társaság a partnerek részére a felvételhez köthető tevékenységet, csekkfelvétel, levél és csomagfelvétel elősegítése, etc. kívánja a partneri kezelésbe adni. A háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta saját maga végzi. A vidék megtartó erejét támogatja az a törvénymódosítás is, amelyet az országgyűlés április 10-én fogadott el, és amelyet sajnálatos módon a Mi Hazánk frakció képviselői nem támogattak, ami lehetővé teszi a lakosság számára, hogy 2025. január 1-től a bankjegykiadó automaták mellett bankkártyáikkal a postai szolgáltató helyeken is igénybe tudják havonta két alkalommal az ingyenes kénzpénzfelvételt venni. Homorú településen a postának helyet adó ingatlan bérbeadójának részéről felmerült okok miatt zárták be a postát. A mobil posta bevezetésére az önkormányzati és vállalkozói szándék hiányába került sor. A Magyar Posta továbbra is nyitott arra, hogy a partneri program keretein belül megoldást találjon erre a helyzetre. Köszönöm képviselő úr és képviselőtársaim figyelmét!